Úr Istenek végesen. Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön örökké. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Minden szent hajlék és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Milán és Ninus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek erejével, működésével és eljövetelével, könyörögjünk az Úrhoz. Összeálljon e vízre a minden lény feletti Szent Háromság tisztító ereje, könyörögjünk az Úrhoz. Szentlélek ereje működése és eljövetele által ajándékoztassék a víznek a megváltás kegyelme és a Jordán áldása, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a Szentlélek eljövetele által világosítassunk meg az értelem és igaz hit világosságával, könyörögjünk az Úrhoz. Álljon nekünk ez a víz a megszentelés ajándékául, s a bűnöktől való megtisztulásra, s hogy hathatós legyen a test és lélek meggyógyítására, s minden jó használatra könyörögjünk az Úrhoz. Hogy legyen a víz a szökőkút vize az örök életre, könyörögjünk az Úrhoz. Álljon mi nekünk a látható és láthatatlan ellenség minden incselkedésének elűzésére, könyörögjünk az Úrhoz. Mindazokért, kik e víz
szívből merítenek, s abból házaik megszentelésére visznek, könyörögjünk az Úrhoz. Vízből merítenek, s azzal szomjukat oltják, szolgáljon lelki és testi megtisztulásukra, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a vízből való részesülésünk által a Szent Élek láthatatlan lejövetelével megszenteltessünk, könyörögjünk az Úrhoz. Hallgassa meg Isten imádságunk szavát, és irgalmazzon nekünk bűnösöknek, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Szentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön öröké. Igaz hívők! Úr, ne!
mert szent vagy te mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezünk. Bölcsesség. Figyelmezünk. Békesség neked, bölcsesség figyelmező. Bölcsesség, igaz szívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség minnyájatoknak. Szent Máté Evangéliumának olvasása. Figyelmezünk.
Abban az időben eljött Jézus Galileából János oda Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék általa. János igyekezett visszatartani, mondva, nekem van szükségem arra, hogy te keresztelj meg, és te jössz hozzám. Jézus válaszul ezt mondta neki, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így teljesítsünk be minden igazságosságot. Erre engedte őt, miután Jézus megkeresztelkedett, nyomban feljött a vízből, s íme megnyílt neki az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb leereszkedett és rászállt. És íme egy hang hallatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Minden a Úrunk, Atyáinknak, Istenek, érünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Könyörülj még, Isten szerető Milán és Nínus püspökeinkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyánk fiáért. Kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért, minden igaz, hitű keresztényért. Uram, Uram, mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Évek mindnyájan ismét és ismét békességben könyörögünk az Úrod. Uram, hatalmad, ments meg, könyörű és őrid meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hatalmad által mindenkor megőrítve dicsőítsünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
helyezkedjétek, és áldozat. Ezen szent templom boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, Isten oltalmazta országunkról, annak vezetőiről és népéről, és ti rólatok mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában mindig most és mindenkor, és örökkön öröké. Isten félni, hogy a szemelét a fáról felek tisztább testület, tiszta gyurva, gögyöle illató szerekkel elátó sírba hegyét. Cselekedjél, Uram, kegyesen, jól tudod, hogy sírva, amelyek elutálat kőfalai, akkor az egykedesen a gyorságában, hogy tehát az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltáraidra bőrökat. Mindenható egyedül Szent Úristen kedicséret áldozat, elfogadott mindent, teljesítsük könyörgésünket az Úrhoz. Az előtte drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hallék és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal s Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. A Te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos elevenítő lelkedel együtt, most és mindenkor és örökkön öröké. Békesség mindnyájatoknak. Egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Bölcsességben figyelmezünk.
Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Énekelt, énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván. Ezekkel a boldog seregekkel, ember szeret uralkodó, mi bűnösök is kiáltjuk és mondjuk, valóban szent vagy, legszentebb nincs mérték a te szentséged nagyszerűségének. Szent vagy minden bűvetben, mert igazságoság és igaz ítélet szerint rendelkeztél velünk. Mindenben a földből ugyanis anyagot vevén alkottad, s a te képeddel, ami Isten tiszteltet meg az embert a gyönyörök paradicsomába helyezted, őt parancsait megtartásáért, az élet alatatlanságát, s a törökkéve újjába kérdését ígérve neki, de a vigyőnök kigyócsávítására hallgatva, nem engedelmeskedett neked egy gyönyörű Urat Istennek az ő alkotójának vétsége miatt a haláluralma alá kerül. Igazságos ítéletet szerint kiűzted őt a paradicsomból, a világról Isten visszatérítette őt a földbe, amelyből vétetett előkészítmény számára az újjászületés üdvösségét, a Krisztusodban, mert nem fordult el végképp a te alkotásodtól, a jóságos szeretettel tűzke meg kezeit bővére. De irgalmat bőségénél fogva sokféleképpen gyámolítottad őt, profitákat küldött el előket, támasztottál szentélyben, akik minden egyes nemzedék alatt tetszést találtak előtted. Szolgálj, a proféták ajkai által szólottál hozzánk, s előhirdetted nekünk a jövendő üdvösségét, segítségre törvényt adtál, ültetünkre angyalokat rendeltél, midőn elérkezett az idők teljessége, saját fiatban szólottál hozzánk, ki által az örökké valóságot teremtét. Jó lehet a te dicsőséged fénye és lényeged alapja, aki hatalmának szavával mindeneket kormányod. Nem tartott a ragadománynak, hogy veled volt ő Istennel egyenlő, hanem mint örökké való Isten a földön megjelented emberekkel legyugakodott. A Szent Szűztől megtestesülvén kivetkőzött isteni fenségéből is szolgai alkott elénk föl. Testileg a mi alázatosságunk között hasonlóban, hogy minket is hasonlóká tegyen saját dicsősége képéhez. Mint hogy ugyanis ember által jött a világra, a bűn, bűn által a halál tetszett, atya Isten a te egyszülött fiadnak, aki kebletben lakozott, aki nőtől a Szent Isten szülő, és mindenkor tűnt Máriát úgy született, aki törvénynek vetette magát alá. A saját testében is elítélje a bűnt, hogy mindazok, akik Ádámban meghaltak magával, a te Krisztusodban meg ellenítessenek, aki együtt lakozott a világgal, nekünk közös parancsokat adott a bálványodás téveitől elmúlt, s igaz, atya Isten a te ismereted vezet.
vezetett bennünket, ki belőlünk készített a maga részére választott népet, királyi áldozó papirendet és szent nemzetet, és megtisztítván bennünket a vízben, és megszentelvén a szent lélekben önmagát adá váltságul életünk a halálnak, melyben bűneink miatt fogva tartatánk. A kereszt útján leszállott a poklukkar, hogy önmagával töltsön be mindent, s feloldott a halál fájdalmait, harmadnapon feltámadott, minden emberi test számára biztossá tette a halálból való feltámadás útját, amennyiben nem volt lehetséges, hogy az élet szerzője az enyészet által letartóztatva maradjon, ő lett az elhunytak zsengéje, a holtak elsőszülöttje, hogy mindenben övé legyen az elsőség. Fölment a mennyekben, s a magasságban fensége jobbjára jut, de onnan ismét el fog jönni, hogy kinek-kinek megfizessen cselekedetei szerint, nekünk pedig hátrahagyta üdvösséges kínszenvedéseinek emlékeit, azokat, melyeket az ő parancsai szerint felajánlottunk, mert midőn önkéntes örök emlékűs életadó halálára készült, azon éjjel, a világ életéért átadta magát, szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe veve a kenyeret, azt néked Isten és Atya bemutatván, hálát adván, megáldván, megszentelvén és megtörvén, szent tanítványai és apostolainak adá mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Hasonlóképpen nevé a szőlőre szőgyű bölcsének, elhét a szervegyítvény, hálát adván, megáldván, megszentelvén. Szent tanítványai és apostolainak adá mondván, igyatok ebből minnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert valahányszor eszitek a kenyeret és isszátok a kelyet, az én halálomat hirdetitek, az én feltámadásomat valljátok. Megemlékezni, tehát uralkodunk mi is az üdvözítőként szenvedéséről, az életadó keresztről, a háromnapos eltemetésről, a halottaiból történt feltámadásról, a mennybe menetelről, a te jobbodon való ülésről, és az ő dicsőséges és rettenetes második eljöveteléről. Tieidet a tieidből néked ajánljuk fel, mindnyájunkért és mindenekért. Azért legszentebb uralkodunk mi is a te bűnös és érdemetlen szolgáitig, méltóknak találtatunk, hogy szent oltárodnál szolgáljuk. Nem a mi igazságaink miatt, hogy a mercsem jó sem cselekedtünk a földön, hanem a te értelme és könyövletednél fogom, mert bőségesen árasztottál ránk bizalommal járunk szent oltárodnak, felmutatva Krisztus a szent testét és vérét, téged ő szentek szentje kérünk és segélyünk. Szálljon a jóságod jobboltából a te szent lelkedre, ám csezenéltek meg ajándékokra, áldja meg azokat, szentelje meg és tegye. E kenyeret maga, ami Urunk Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk drága testévé, e kelyhet pedig maga, ami Urunk Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk drága vérévé, mely kiontatott a világ életéért, átváltoztatván a te szent lelkeddel. Részesünk egyesíts egymással az eszent élet kötöltetésében, hogy Krisztusos szent testében és vérében ítéletre vagy kárdozatot, senki se részesüljön, hanem hasonló írgalmat és malasztot találjuk nálad össze szenteiddel, az előtted örök kedvességben álló ősatyák, patriarkák, proféták, apostolok, hithíretők, evangelisták, vértanúk, hitvallók, hittanítókkal, saidben elhunyt minden igaz lélekkel. Kiváltképpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkkal, az Isten szülő és mindenkor tűn Máriával. Mely a földkeresség egyik határától a másik határáig teljed, melyetet a Krisztusot drága vérén szereztél, ezt a szent hajlékot pedig erősít meg az idők végezetéig. Emlékezzél meg, Uram, azokról, akik neked ezen áldozatot felajánlottak, akikért, akik által, akik miatt azt felajánlották. Emlékezzél meg, Uram, azokról, akik a te szent egyházadba ajánlottak, voltak ott ítéményeket gyakorolnak és szegényeket gyámolítanak. Fizess meg nekik a te bőséges és mennyei adományaiddal, ajándékod nekik a földiekért, égieket, az ideiglenesekért, örökkévalókat, a romlandókért, enyészhetetleneket, emlékezzél meg, Uram, a pusztai
magányokban, hegyekben, barlangokban és földi üregekben vezekői szolgáidról emlékezzél meg, Uram, azokban, akik szüleségben, áldatosságban, önnek tagadásban, fogadalmi tisztes életben töltik napjaikat, emlékezzél meg, Uram, minden polgári hatóság és hatalomról, és az egész hadseregről, tart meg a jókat továbbra is, az a jóságban a gonoszokat pedig tégy meg kegyességed által. Emlékezzél meg, Uram, a jelenlévő népről, helyesok miatt távol levőkről, könyörű rajtuk és rajtuk a te irgalmat bősége szerint. Töltsd meg tárházaikat, minden jóval őrizd meg házasságaikat, békességben és egyetértékben növeld a gyermekeket, oktasd az ifjúságot, támogasd az öregséget, bátorítsd a kis lelkeket, vedd vissza otthonukba az elszénedetteket, térítsd meg a tévegőket, egyesítő őket, a Szent Egyetemes és Apostol Egyházadban, mentsd meg a tisztátalan szellemek által gyötrötteket, hajózzál együtt a hajózókkal, utazzál együtt az utazókkal, gyámolítsd az özvegyeket, védelmezd az árvákat, szabadíts ki a foglyokat, gyógyítsd meg a betegeket, emlékezzél meg Istenünk a bírói székek előállítottakról a tárnákban, számüzetésben, keserű szolgaságban levőkről, aggódás, szükséget, gyötrelmet szenvedő minden lélekről, mindazokról, akiknek a te nagy könnyű betegségre szükségük van, emlékezzél meg a bennünket szeretőkről, gyűlölőkről, magukat, ami méltatlan imáinkba ajánlottakról, emlékezzél meg, Uram, összes népező árad minnyájunkra a te irgalmat, bőségét, mindegyiknek üdvös kérelmeit teljesítve, és kikről mi feledés nem ismerés, vagy a nevek sokasága miatt meg nem emlékeztünk. Emlékezzél meg rólad magadó Istenünk, ki mindenkinek korát és nevét tudod, ki mindenkit anyja mélyétől fogva ismersz, mert te vagy a tüje fogyottak segedelme, kétségbe esettek remény a szél részről, hányatottak megmentője, a hajózók vénpartja, a betegek orvoslója, te magad légy mindjárt mindenre ismerve, mindenki is valamennyiük kérelmeit, házát és szükségét. Mentsd meg, Uram, ezt a községet, minden város, községet és vidéket az éjségtől, virít haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvésztől, háborútól, idegenek betörésétől és minden bellilógástól. Emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető Milán és Nínusz püspökeinkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. A te igazságod igének helyes hirdetésére. Békességedet, szeretetedet, Úristen, mert te mindent megadtál nekünk. És add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és felséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön öröké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögünk az Úrhoz. A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögünk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelkén adjon át elfogadván azokat szent mennyei szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malasztját, s a Szentlélek ajándékát könyörögünk az Úrhoz. Mentsen meg minket minden aggódásból, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, a hívséges vezetőt, lelkünk és testünk kördőjét kérjük az Úrtól. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet kérünk az Úrtól.
lelkünknek hátralevő részén békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjon, kérjük az Úrtól. Egységét a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten atyánknak nevezni és mondani. És a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön öröké. Békesség mindnyájatoknak. Helyeteket hajtsátok meg az Úrnak. Fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretet által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos elevenítő lelkedel együtt, most és mindenkor és örökkön öröki. Figyelmezünk szentség a szenteknek. De meg nem oszható Krisztusról, de lesz a szolgálat soha nem fogyasztható, ki a benne részesülőket megszenteli. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek.
bajaitok elvétetik, gonoszságotok és bűnötök megtisztítatik. Üdvözíd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Mindenkor és örökkön öröké. Krisztusnak szent legtisztább, hallhatatlan mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban méltóan adjunk hálát az Úrnak. Oltalmaz, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön öröké. Békével távozzunk. Megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet, és áld meg a te örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg, szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékod békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled a világosság atyától. Téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk. Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön öröké.
szavát, mígép világítsa meg a mi családnak világ. Figyelmezünk! És örvendez, aki jön és virágzik, mint a lilió, virágozzal virágzik, és örvendez, igazán egy dicséretet mond, a libanon dicsőség adatott neki, a karmel és száron ékessége, látni fogják az ó dicsőségét, és a mi Istenünk ékességét, erősítsétek meg a lankadt kezeket, és az erőtlen térdeket szilárdítsátok meg, mondjátok a félénk szívűeknek, erősödjetek meg és ne féljetek, én a ti Istenetek elhozza a bosszú állat fizetés, az Istenünk maga jó, el is megszabadít titeket, akkor megnyílnak a magok szemei, és a siketek fülei tárva lesznek, akkor uglál a sánka, mint a szarvas, és feloldatik a némák nyelvet, mert vizek fakadnak a pusztában, és patakok a kietlenben, és ami száraz hely volt tovább észen, és a szomjúhozó földvizek forrásaival, amelyet a nyárkon az ő sárkányok laktak, ott zöldellő nádiskákat terem, és ott csömény is út leszel, mely szent útnak hivatik, fertőzetet nem jár azon, és ez lesz nektek egyenes mutató, úgyhogy az együgyűek se tévedjenek el azon, nem lesz ott oroszlán, és gonosz vad nem jár azon, s nem találtatik ott, hanem megszabadítottak járnak azon, és visszatérnek az ordón megváltottak, és jobban mennek dicsérettel, és örök igazság lesz fejükön, örömet és igazságot nyernek, s a fájdalom és írás eltávozik. Figyelmezünk, békesség mindnyájatoknak, bölcsesség, figyelmezünk. Bölcsesség. Szent Pál apostol a korintusokhoz írott levelének olvasása. Figyelmezünk. Hogy atyáim mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren, és Mózestől mindnyájan megkeresztelkedtek a felhőben és tengerben, és mindnyájan ugyanazon lelkjel eltették, és mindnyájan ugyanazon lelkét adtitták, kívánnak pedig az őket követő lelki sziklából, egő szikla pedig a Krisztus valak. Békesség neked, bölcsesség, figyelmezünk! Igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Márk Evangéliumának olvasása. Figyelmezünk! Abban az időben jöve Jézus Galilea Názáretéből, s megkeresztelteték Jánostól a Jordánban, s mielyt a vízből feljött, látta megnyílni az eget, és a lelket, mint egy galambot leszállani, és rajta maradni. És e szózat lő mennyekből, te vagy az én szeretett fiam, te benned telik kedvem. Kedves testvérek! Tessenek leülni egy pillanatra. Hamarosan
el fogjuk olvasni a nagy visszentelésnek a hosszú imádságát. És hát azzal a szándékkal beszélek most, hogy talán még friss lesz a kérés. Tessenek figyelni rá, hogy az imádságban, amit hosszú évszázadokkal ezelőtt írtak, hányszor fordul elő az, hogy világosság. Ugye, ha belegondolunk a karácsony ünnepébe, akkor mindannyian szinte kívülről fújjuk a te születésed, Krisztus Istenünk, földerítette a világnak az Isten ismeret világosságát. A világosság. De ha mostani ünnepre gondolunk, hányszor énekeljük majd el, kijelentéd magadat ma a mindenségnek, és a te orcád világossága jegyeztetett mireánk. Mindenütt a világosságról van szó. Mintha addig, amíg Krisztus el nem jött volna, addig az emberek nem láttak volna. Vélhetően egy másik világosságról van szó. Nem arról a világosságról, hogy a nap feljön és bevilágítja a földet. Egy olyan világosság, kedves testvérek, amelyet néhány nappal ezelőtt a pásztorok láttak. Találtok egy gyermeket pólyába takarva és jászolba fektetve. Egy olyan világosság, amelyet néhány nappal ezelőtt hallottunk, a bölcsek követtek. Követték a csillagot, amely megállapodott azon a hely fölött, ahol a gyermek volt. Világosságot, kedves testvérek, amely körberagyogta az angyalokat, akik énekelték dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embernek. Bizony, elmúlt ez a bájos kép, elmúlt ez a szép hangulat, most valami másról van szó. Míg ott az Isten angyalokat küld, pásztorokat hív, bölcsek jönnek napkeletről, hát most már az Isten nem vesz igénybe segítőket, sem közvetítőket. Mert igazi világosság, maga a világosság forrása jelenik meg. Az a Jézus Krisztus, kedves testvérek, aki már nem pásztoroktól, angyaloktól és bölcsektől van körülvéve, hanem ott áll mellette, na most jelképesen természetesen érte, az Atya, a felhőből hallatszik a hangja, és ott van mellette a Fiú, a lélek, aki galambképében leszáll, és hitelesíti Jézus küldetését. A nép, amely sötétségben járt, innentől kezdve, kedves testvérek, nagy világosságot lát. Milyen világosságot? Az Isten ismeretének a világosságát. Kicsiny falunkban vajon ennek az Isten ismeretének a világossága? Vajon mennyire tükröződik, akár viselkedésünkön, életünkön, templomba, járásunkon, vallásosságunkon, egymással való kapcsolatainkban? Hiszen ez lényeges kérdés, hogy az Isten ismeretét én hogyan élem meg a hétköznapjaimban? Hogy szerethetem a fele barátomat, akit látok, ha nem, hogyha az Isten nem szeretem, aki... Hogy szerethetem az Istent, akit nem látok, hogyha a fele barátom itt van előttem is, és nem tudok vele mit kezdeni? Az Isten ismeret az egy életforma. Az Istent ismerni, világosságban járni, a gödrököt, újabban egyre több gödör jelenik meg az útjainkon. A gödrököt kerülni, hogy az ember olyan helyzetben ne kerüljön, hogy végképp megrendül, nem csak a hite, hanem egész emberi mi volta. Hisz életünk tele van gödrökkel, és a világosságra akkora szükségünk van, hogy lássuk nem csak a gödröt, amely az úton van, hanem azt a gödröt, amelybe bele zuhanva nem csak az életünk kereke, hanem magunk az életünk is összetörhet. Vizet fogunk szentelni, a lélek át fogja hatni a vizek természetét.
Nem sokára házainkba fog kerülni ez a víz. Az Isten lelke bekerül a házba. Ahogy megváltozik ez a víz, a romolhatatlanság vizévé válik. Hát én kívánom nekünk, hogy ez a víznek a házba való kerülése, ez megváltoztasson bennünket. Olyan emberekké tegyen, akikkel nem fog a gonoszság és a romlás ereje erőt tudni venni. Ez nem egy egyszerű dolog, ez egy életforma, ez egy folyamat, amely napról napra, évről évre kell, hogy átjárjon és újra erővel töltsön el bennünket, hogy akarjunk, vágyjunk, kívánjunk a lélekkel együtt élni. Hagyjuk magunkat vezetni az Isten szent lelkével, amely ma megszenteli a vizeket, amely ma hitelesíti Jézus küldetését és istenségét, hogy nekünk is szóljon. Mert szólt, mi is az Isten szeretett fiai vagyunk. Most már csak az kell, hogy a lélekben, a lélek jelenlétében éljünk. És hagyjunk, hogy ez a lélek működjön, átalakítson, formáljon, olyan közösségé, egyházzá alakítson át bennünket, ahol azok, akik benne vannak ebben a közösségben és ebben az egyházban, azok ott jól érzik magukat, akik pedig nincsenek benne, azok vágynak, hogy oda tartozhassanak. Ez a vízkereszt, kedves testvérek, talán más szempontból is olyan érdekes mondani valót hordoz magába, hisz lehet, hogy görögkatolikus egyházunk van, és hát nyilván nem sok közünk van az ortodox világhoz ilyen értelemben, jogilag. Mindenképpen nagyon lényeges, hogy Ukrajnában tudjuk, hogy ma kapja meg az ukrán ortodox egyház, az Egyesült Ortodox Egyháza arról az iratot, hogy Ukrajnának helyi egyháza lesz ortodox. Nekünk, görög katolikusoknak ezt az egységet, ezt most ebben a helyzetben még inkább képviselnünk kell. És elsősorban egymással, hogy a falu, a saját magán belül egy közösséghez tartozunk, és másodszorban egy egyházmegyébe tartozunk, és Krisztus szent egy katolikus egyházához tartozunk. Ebben az egységben, kedves testvérek, nekünk mindannyiunknak az Úristen feladatot szánt. Nehogy a megosztás, hanem az Isten lelkében az összetartozás fűtsön, hasson át bennünket, és vágyjunk arra, hogy ezt az összetartozást, ezt az egységet ennek a világnak megmutassuk, hogy egyek vagyunk a mi Urunk Jézus Krisztusban. Segítsen bennünket az Isten lelke, és ne felejtsük el, miközben halljuk az imádságot, halljuk a világosságot. Mennyire szükség van nekem a világosságra, hogy ne a széthúzást, hanem az összetartozást és az egységet tudjam képviselni falunkban és görögkatolikus egyházunkban. Minden lény fölött való végtelen jó legisterébb mindenható, mindent látó, láthatatlan, felfoghatatlan szent háromság, minden eszes és értelmi lény alkotója, az természet feletti jóság, megközelíthetetlen világosság, isteni kegyelmeddel megvilágosít az minden e világra jövő ember, árad reám is a te méltatlan szolgádra, vigasztaló lelked sugarait, világos is megértelmi szemeimet, hogy tetszésedre hirdessem a te kifogyhatatlan jó téteményeidet, s megmérhetetlen hatalmadat.
Fogadd kedvesen könyörgésemet az itt jelenlévő áltatos népért, s az én vétkeim ne akadályozzák szent lelked lejövetelét, de engedd ó végtelen jóság, hogy megítéltetés nélkül emelhessem fel hozzád szavamat, s a dicséret imádságát hangoztassam mondván, dicsőítünk téged, kegyelmes Urunk, mindenható örök király, dicsőítünk téged, mindenek teremtője és alkotója, dicsőítünk téged, ki anyától, atya nélkül és atyától, anya nélkül születtél, mert az előbbi ünnepen kisdett csecsemőnek láttunk téged, most pedig, mint teljes korú férfiú, mint a tökéletestől tökéletes Isten jelent meg nekünk. Ma mindnyájunkra ünnepélyes nap virrad fel, ma az angyalok az emberekkel együtt ünnepelnek, s a szentek kara velünk gyülekezik, ma a szent élek kegyelme galamb képében. Szállott le a vizekre, maradjogott fel a soha le nem nyugvó nap, és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a hold teljes fényével világítja meg a földet, ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot, ma a felhők az igazság permetegét harmatozzák az emberi nemre, ma a teremtő felett saját teremtménye terjeszti ki kezeit, ma a vizek állománya vállaira fogadja alkotójának lépteit, ma a láthatatlan láthatóvá lesz, hogy képesekké tegyen bennünket is a mennyei atya látására. Ma a próféta és előhírnök szeretettel járul az Úrhoz, de remegve áll előtte, látva a mindenség királyát szolgai alázatban, ma a kezdet nélküli saját szolgája előtt hajlik meg, hogy összezúzza a vízben rejtőző sátáni kígyó fejét. Ma látnoki kéz az égető tűz felületét érinti, hogy felöltöztessen bennünket az enyészhetetlenségi fürdő új köntösébe. Ma a Jordán habjai Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak, ma titokzatos habok vizével itattatik minden teremtmény. Ma az emberi nem vétkei a Jordán folyó hullámaival mosatnak le, ma megnyitatik az emberiség számára a paradicsom, s az igazság napja ragyog fel nekünk. Ma a Mózes ideje beli keserű víz édes vízé válik, ma a régi siránkozástól megszabadulunk, s mint új Izrael üdvözítetünk, ma a sötétségből kivezettetünk, s az Isten ismeret világossága villan fel nekünk, ma levetkőzünk, bűnös voltunk, szakadozott ruháit, s az ártatlanság új köntösébe öltözködünk, ma a tenger sós vizei az Úr jelenés által forrás vízé változnak át, ma a világ köthomája Krisztus Istenünk megjelenése által elosztik, és minden teremtményre mennyei világosság árad. Ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik, ma a téve jeloszthatik Surunk megjelenése, ami üdvösségünk útját munkálja. Ma a lelki ünnepet ünneplőknek az Anya Szent Egyház szent és igaz hite nyilvánítatik ki, ma a mennyeiek a földiekkel együtt ünnepelnek, s az alantlevők a fennlevőkkel közös imáikba társalognak, ma örvendezzel igaz az igaz hívők szent és zengedezők ara, ma az Úr kerességre száll alá, hogy emberi nemünket a magasságba emelje, ma a hajlíthatatlan uralkodó saját szolgája előtt hajtja meg fejét, hogy a szolgaságból kiragadjon minket, ma szereztük meg a mennyek országát, mely országnak soha nem lesz vége, ma a föld és a tenger osztodik örömünkben, és a világ igazsággal telik meg, láttak téged Isten a vizek, láttak téged a vizek, és féltek. A Jordán visszafordult, látván az Istenség tüzét testben alászállani, és habjaiba bocsátkozni. A Jordán visszafordult, látván a szent lelked galamb képében leszállni, és rajta maradni, a Jordán visszafordult, látván a láthatatlant, a megtestesült teremtőt, a mindenség urát szolgai alázatban, a Jordán visszafordult, és a hegyek megrendültek, látván testben az Isten. A felhők szózatot adtak csodálkozván, a világosságtól jövő világosság felett, az igaz Istentől született igaz Isten felett. Ma a Jordánban az Úr ünnepét üljük, ki az engedetlenségből származó halált, a családság fullánkját és a pokol bilincseit e folyam habjaiba süllyesztette el, s a világnak az üdvözülés kerességét ajándékozta, azért én is a te bűnös és méltatlan szolgád, a te tényeid nagyszerűségét hirdetvén, félelemtől láthatottan töredelmességgel kiáltok hozzád, nagy vagy te, Urunk, és fenségesek a te műveid, s nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Nagy vagy te, Urunk, és fenségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására.
Nagy vagy te, Urunk, és fenségesek a te műveid, s nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Mert te saját akaratod szerint a nem létből létrehoztál mindeneket, hatalmaddal fenntartott teremtményeidet, gondviseléseddel kormányzott a világot, te négy fő elemből alkottad teremtményeidet, s az esztendő körét négy évszakkal koszorúztad. Tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a nap, téged dicsőít a hold, neked hódolnak a csillagok, neked engedelmeskedik a világosság, előtted remegnek a mélységek, neked szolgálnak a forrásvizek. Te kiterjesztetted az égboltot, mint a sátor fedelet, te megerősítetted a földet a vizek felett, körülövezted fövénnyel a tengert és a léleglés levegőt fejlesztettél. Neked szolgálnak az arkangyali erők, téged imádnak az angyali karok, neked zengenek örök dicsőséget a sok szemű kerubok és hadszárnyú szeráfok, kik szüntelenül környeznek téged és körülötted lebegvény szárnyaikkal fedezgetik arcájukat a te megközelíthetetlen dicsőséget félelmétől. Mert te ki felfoghatatlan, örökkévaló és kimondhatatlan Isten vagy, leszállottál a földre és szolgai alakot vevén magadra, hasonlóvá lettél az embereket, mert te uralkodó véghetetlen irgalmasságodnál fogva nem tűrhetted, hogy az emberi nem az ördög által gyötörtessék, hanem eljöttél és megváltottál minket. Mi bevalljuk a te véghetetlen kegyelmedet, hirdetjük irgalmadat, nem titkoljuk el jó téteményeidet, úgy, Urunk, megjelenésed fényes ünnepén minden teremtményed dicsőít téged, mert te természetünk szülöttei szabadokká tetted, a szűznek méhész születésed által megszentelted, mert te Istenünk van, vagy a földön megjelentél és köztünk lakoztál, mert te a Jordán folyó habjait szentelkednek mennyből való leküldés által megszentelted, s az ott rejtőző kígyók fejeit összetörted. Te tehát ember szerető király, jel most is a te szentelkedd eljövetele által, és szenteld meg ezt a vizet. Te tehát ember szerető király, jel most is a te szentelkedd eljövetele által, és szenteld meg ezt a vizet. Te tehát ember szerető király, jel most is a te szentelkedd eljövetele által, és szenteld meg ezt a vizet. És részesítsd azt a megváltás kegyelmében, a Jordán áldásában, tedd a romolhatatlanság forrásába, a megszentelés ajándékává, hogy szolgáljon nekünk bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására, a gonosz szellemek előzésére, és legyen e víz mindenben, minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes, hogy mindazoknak, kik abból merítenek, és ízlelnek vájék lelki és testi megtisztulásukra, betegségeik gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen az hathatós erejű minden jó és hasznos dologra. Mert te vagy mi Istenünk, a víz és lélek erejével megújítottad a mi bűn által megavított természetünket. Te vagy mi Istenünk, ki Noé idejében özönvízbe fullasztottad a bűnt. Te vagy mi Istenünk, ki Mózes vezetése alatt a tenger hullámai által szabadítottad meg Izrael népét a fáró rabságából. Te vagy mi Istenünk, ki a pusztában kősziklából vizet fakasztván a patakok medreit megtöltötted, néped szomját lecsillapítottad. Te vagy mi Istenünk, Illés próféta könyörgésére, víz és tűz által szabadítottad meg Bál imádásától Izraelt. Most is magad, uralkodó, szenteld meg e vizet a te szent lelkeddel. Most is magad, uralkodó, szenteld meg e vizet a te szent lelkeddel. Most is magad, uralkodó, szenteld meg ezt a vizet a te szent lelkeddel. S adj mindazoknak, kik e vizet érintik, ízlelik, s azzal meghintetnek, megszentelést, egészséget és mennyei áldást. Emlékezzél meg, Urunk Isten szerető Milán és püspökeinkről, a tisztes áldozó papságról, a Krisztus szerinti segédlő papságról, az egész egyházi rendről, a jelenlevő hívekről, igazokból távol levő testvéreinkről, könyörülj rajtuk és rajtunk a te irgalmas sokasága szerint, hogy a világ összes elemei, az angyalok, az emberek, minden látható és láthatatlan lények dicsőítsék a te legszentebb nevedet, az Atyáéval és Szent Lélekével egyetemben, most is, mindenkor és örökkön öröké. Békesség mindnyájatoknak! Helyeteket hajtsátok meg az Úrnak! Mert
mert Te vagy a mi megszentelésünk, és Téged dicsőítünk, imádunk, és Neked hálát adunk, a Te kezdet nélküli Atyád, a legszentebb jóságos elevenítő lelkedel együtt, most és mindenkor, és örökkön öröké. A Jordánban való kereszteltetésed korúrunk, kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása, mert az Atyám hozott a bizonyságot tőn róla, kedves fiának nevezvén téged, a Szent Megyeszkedik alak képében meg. Reáltuk az ő kegyelmével és ember szeretetével, most is mindenkor és örökkön öröké. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség neked. A mi üdvösségünkért Jánostól a Jordánban a keresztséget felvette az ő legtisztább anyjának imái által, Szent Dicső és mindenektől dicséretes apostoloknak, Nagy Szent Bazilnak, a Kappadóciai Cezáre, a főpüspökének, Szent és Isten életségű atyáinak, Boldog Tódor felszedte edvértanúnak, Szent István királynak, és minden szentjének esedezése által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Kedden reggel 8 órakor lesz majd a liturgiánk, tehát kedden reggel 8 órakor. Én ma délután el fogok indulni a házszentelésre a mi végünkön errefele. Jó? Tehát errefele fogunk elindulni, ameddig jutunk, jutunk. Holnap délután fogom majd megint folytatni, mert karácsony első napja van Ungvárra, leszek délután, remélhetőleg hazaérek, akkor megpróbáljuk az új sorra lemenni, és kedden szintén fél nap lesz, mert csak délután tudok majd jönni. Reggel 8-kor liturgia lesz, 10 órára van egy, ahol el kell mennem, tehát dél körül fogok megint előjönni, és akkor folytatjuk majd tovább. Utána szerda, csütörtök, meg péntek ki fog maradni valószínűleg, de ezt majd fogom mondani, úgyis egy-kettőre a faluba ezek a dolgok elterjednek. Tehát lehet, hogy már pénteken délután itt leszek, és akkor ami marad, azt pedig be fogjuk fejezni. Jó? Mit kell még elmondanom? Egyházközségünk számára. Ja igen, jövő vasárnap, tehát szombaton nem lesz majd szertartásunk pont emiatt, és vasárnap pedig a liturgia szintén a szokott időben 11 órakor lesz. Egyházközségünk számára Szilágyi Béla 500 grivnyát ajándékozott,
adjon nekik neki az Úristen erőt, egészséget. És hát köszönöm a tévéseknek is, akik ide fázták magukat, gondolom önök is jó megfagytak, úgyhogy a pap fejezze be a szövegét, jelenlévő testvéreinknek is, és nekik is, mindannyiójuknak adjon az Úristen erőt, egészséget számos éven át.